Több millió forint értékű élelmiszercsomagot osztottak rászorulóknak. Az elmúlt 4 hétben két rábaközi bevásárlóközpont összesen 2.311.100 forint értékben pékárukat, zöldségféléket és gyümölcsöket adott a beledi Egyesített Szociális Központnak. Az adományt eljutották a rászorulóknak. Az intézmény több mint 1000 ember ellátását biztosítja nap mint nap. Igazából az évvége az ugye úgy tűnik nálunk, hogy illetve gyakorlatban úgy működik, hogy a két ünnep közötti időszakot azt már megkapják a kolléganők, mert valóban nagyon hatványozottan dolgoznak az ünnepek előtti időszakban. Nem titok, hogy mi évek óta az ételmentő akcióban részt veszünk. Nyilván a lehetőségünk meg lett volna arra, hogy visszamondjuk a szállításokat, illetve az átvételeket, de azt gondoltuk, hogy ha évközben nagy szükség van arra, akkor az ünnepek előtt talán még nagyobb szükség lehet az adományozott termékeknek az átvételére. Így úgy döntöttünk, hogy hétközben kinti területekre visszük ki az adományokat, és hétvégére fordítunk, rendben hozzuk be Beledbe. Ennek az oka az, hogy itt Beledbe voltak kolléganők, akik segítséget felajánlották, hogyha bevállalom és kihozom, hogy akkor ők segítik ezt kiosztani és eljutatni a településen élők számára. Igazából ez közel 500 kg pékárút, zöldséget, gyümölcsöt jelentett csak Szenteste napján. Nyilván lett volna jobb dolgunk is nekünk is, de mint szociális elhivatott szakemberek azt gondoljuk, hogy ott segítünk, ahol tudunk. Néha azért sajnos a saját családjainknak a rovására megy, de igyekszünk megtartani azt a határt, ami még egészséges. Volt nekünk karácsony előtt még egy osztásunk is, Beledben működő SPF Hungari Kft. Ajánlotta fel az idén úgy szintén több mint 60 élelmiszert tartalmazó, illetve korosztálynak nemnek megfelelő játékot vagy könyvet a helyi lakosok, rászoruló lakosok számára. Ebbe segítünk, ebbe nyújtunk közreműködést, mind a névsoroknak, illetve a célszemélyeknek a kiválasztásába, illetve azoknak a bevonásába és az átadásába a csomagoknak. Ez is karácsony hetében volt még úgy szintén talán szerdán csütörtökön. Amit mi karácsony előtt volt osztásunk, november végével szervezik mindig az élelmiszerbankon keresztül a tartós karácsonyi élelmiszergyűjtést. Itt is közel 1 tonna, tehát 1000 kg élelmiszert sikerült összegyűjtenünk, mindattól függetlenül, hogy hát sajnos az áruházban a polcok elég üresek, nagyon nehéz a megélhetése a családoknak, de még mindig így is szép számmal akadtak segítő szándékú emberek. Köszönöm ezúton is nekik, a családok nevében is. Elindult az új év, változott-e a tevékenységük, vagy hasonlóan, mint 2022-ben különböző területeken tudnak segíteni itt a térségben? Igen, megkezdtünk egy új évet. Nagyon szomorú, hogy nem furcsa leírni már még egyel, megint többet, hogy nem 2022, nem 2023. Igazából ugyanúgy indul az évelei, mint a hagyományosan a többi évekhez képest. Kezdünk a Központi Statisztikai Hivatal által kiküldött statisztikai adatoknak a begyűjtésével, összegyűjtésével, a megküldésével. Ezek határidőre elkészültek és beküldésre kerültek. Aztán ugye itt van február a költségvetés, ami egy évet meghatározó feladat, illetve hát azért ebbe így előre belelátni a mostani drasztikus változások mellett, mint mondjuk üzemanyag, ami érinti az intézményünket, mind akár mondjuk az élelmezések, ami nagyba érinti az intézményünk költségvetését, tehát igyekszünk, próbálunk úgy kalkulálni, hogy minden számításba veszünk, hogy a lehető legközelebb kerüljünk a valós számokhoz, illetve majd a jövő évben kiderült tényleges teljesítéshez. Tervezni, igen, tervezzük az idei évre is a nyuszi simogatót, a gyerekeknek eddig nagy örömet okozott, bízunk, hogy az idei évben is nagy lesz az érdeklődés, aztán a gyereknapot, amit tervezünk, hát ami a szokásos programjaink, esetleg majd még a Márton nap az össze, de hát így távolnak tűnik, bár egy pillanat alatt itt lesz. A két időszak között nyilván, ha lehetőség lesz az Erzsébet napközis táborokra, úgy szintén pályázni fogunk, az nagy részt a nyarat
lefogja nekünk, lesz feladatunk az idei évben is. Különböző bevásárló központokból tudnak önök élelmiszert, tehát a megmaradt élelmiszert összegyűjteni, ez folytatódik ebben az évben is? Igen, sőt, tavaly április 11-től még egy bevásárlóközponthoz is megyünk az adományt összegyűjteni, tehát két nagy bevásárlóközpontból hozzuk el. Megnéztem a kiajánlásoknál, az idei évben 2.311.100 forint csak ez alatt a 4 hét alatt, mert az első hétben 9-től szállítunk, első hétben lemondtuk, 9-től szállítva ilyen összegű értékű adományt vettünk át, zöldséget, gyümölcsöt és pékárut. Ez azért azt gondolom, hogy elég beszédes egy hónapra leosztva. Az is beszédes, hogy fogyasztható termékekről beszélünk, annak ellenére, hogy a pultokról lekerül, és ide kerül az intézményhez, ez még fogyasztható, tehát kiadható a rászorulóknak. Abszolút fogyasztható. Ezek a termékek az estelesütött termékek, amelyeket estelesütnek, mert még ugye elvárás, hogy legyen kínálat a vásárlók számára, viszont zárás után már másnap nem rakhatják ki a polcra, és ezt szállítjuk el mi reggel. Tehát azt gondolom, hogy ezen semmi kivetnivaló nincs, mert a rendes háziasszony módjára családom úgy nőtt föl, hogy este megcsináltam a keltésztát, másnap abból simán vittek még az iskolába, vagy akár éppen megmaradt, elhordogatták a gyerekeim. Tehát ezek abszolút egészségesek, sőt, a Népegészségügyi Hivatal által kiadott közlések szerint, sőt, van egy kormányrendelet, ami szerint nem a fogyasztási idő, hanem a minőségét megőrző határidőt kell figyelembe venni, mert a fogyasztási határidő, ha lejár, az tényleg kuka az a termék, azt nem szabad megenni. Viszont ha a minőségi ideje jár le, azok a termékek még akár egy évig is fogyaszthatóak, azon kívül, hogy esetleg némi elváltozás, csokoládét hozok példának, hogy egy kicsit megfehéredik a csokoládé. De ez hivatalosan van kiadva a Népegészségügyi Hivataltól, hogy akár mondjuk a minőségét megőrzött késztermék, legyen ez hústermék, legyen ez tejtermék, legyen konzerv, száraz tészta, bármi egyéb, megvan a határidő, hogy még mennyi időn belül ezek fogyaszthatók. Nyilván a kérés az az élelmiszerbank felől, hogy a lehető legrövidebb időn belül osszuk ki, de 3-5-7 hónapon keresztül ezek a termékek még mind fogyaszthatók. Törvényileg fogyaszthatók. Arra van statisztika, körülbelül hány családnak tudnak itt segíteni? Hát igazából van egy számunk, amit már nem tudunk túllépni, de hosszú évek óta ezzel dolgozunk, ami az Élelmiszerbank felé van lejelentve, 1050 fő. Ez az 1050 fő, ez nem családot jelent, ebben vannak az egyedülállók, a nagycsaládosok, nyilván többnek lehet osztani, esetleg a többiek rovására, de napi szinten kellő mennyiségű, én azt gondolom, az élelmiszer. Igen, van úgy, hogy idézőjelben csak 70 kg, de van úgy, hogy 400 kg-ot szállítok mondjuk napjába, és nagyon-nagyon beálltak már a településen élő lakosok, tudják, hogy melyik nap van általában, amikor szállítunk azokra a településekre, hozzák a táskáikat, és hétre, tehát egy hétre terveznek előre, lefagyasszák a termékeket, és ezt folyamatosan tudják elővenni. Eddig is nagy szükség volt rá, de ha megnézzük a boltba az árakat, már pedig boltba mindenki jár, mert nyilvánvaló, hogy étkezni kell, akkor el tudják képzelni, hogy mekkora segítség azoknak az embereknek ez a napi friss pékáru, kenyéráru, zöldség, gyümölcs, de ebben van a burgonyától, a körtétől, tehát minden, a lilahagyma, vöröshagyma, zeller, amit a polcokon meg lehet találni, azokat a termékeket mi mind leszállítjuk a rászorulóknak. És ez nagyon-nagyon nagy segítség, hogy mondjuk napi szinten nem kell megvenni 500-600-800 forintért a kenyeret, sőt, minőségi termékeket tehetnek, mert ezekben a termékek, ezek a töltött, a csigáka, és nem csak édes, hanem sós is, vagy a virslis, vagy a pizzás, vagy a konkrétan hivatalos neveket nem tudok, csak így, ahogyan látom én is éppen pont a termékeket átvételkor, illetve kiosztáskor. Tehát az hatalmas összeget jelent minden családnak. Ez a munka az komoly segítségre van szükség, tehát nagyon jó munkatársakra. Változott-e a munkatársak létszám, összetétel az elmúlt időszakban, tehát az új évnek milyen csapattal vágnak neki? Nem, a létszámunk teljes, úgy, ahogyan tavaly évben is. Igen, az, amit megfogalmazott, hogy
csak olyan dolgozókkal, illetve munkavállalókkal lehet, akik ebbe partnerek is. Igen, nem győzöm megköszönni a kollégáknak, de itt azért némi öndicséret, bár büdös, mondanám, hogy viszont csornán én megyek az üzletekbe, én rakodom az autómat, én hordom ki településre, nyilván itt már van segítség innen esetleg továbbvidve, de nem működne, meg nem látnám értelmét, hogy én magam menjek, hogyha tovább meg nem jut el célba. Tehát újból köszönöm a kollégáknak, nyilván itt is vannak jobban húzók, kevésbé jobban húzók, próbálja az ember tolerálni, a jobban húzókat megmotiválni. Ugye több településen is jelen vannak. Igen. Ez változott az időszakban, illetve ugye 2023-ban ez most hogy néz ki, most hány településen tudnak segíteni? Nem, a tavalyi létszámunk megvan, ugyanúgy a 26 település. Településenként is változó, van, ahol jóval nagyobb igény van rá, valahol kevésbé van rá igény, van, ahol polgármesterek is nagyon-nagyon hálásak, és tudják értékelni. Van, ahol igazából nem biztos, hogy annyira jó szemmel nézik, de hát mi azért visszük. Tehát mi függetleníteni próbáljuk magunkat polgármesterektől, nyilván ő a település vezető, de mint szociális szakember, akivel még mi kapcsolatban vagyunk, a család segítésért mi felelünk, és a segítésben, ha az anyagi nehézségek ott vannak, lehetőségünk megadott, ezt nem csak én mondom, hanem jogszabály is, hogy támogatni kell őket és segíteni. Ugye a társadalmunkat a két év pandémia után egy energiaválságos időszak érinti. Mit tapasztalt családok, mindezt hogy élik meg? Nehéz minden egyes családnak. Igazából még mindig ott tartunk, hogy aki akart, az létezik. Biztos, hogy nem egyszerű a két gyereket nevelőknek hármat, de gyereket nevelőknek alapban nem könnyű, hiszen ott hatalmas költségek jelentkeznek ruházkodásba, élelmezésbe. Nyilvánvaló az igények, hol milyen mértékűek, de ebbe azért a szülő is bele tud szólni. A bérek annyival nem emelkedtek meg, és egyre inkább azt tapasztaljuk, hogy az átlag családoknak is segítséget jelent, és én mindig azt szoktam mondani, hogy lehet, hogy még célszerűbb segíteni ezeket a családokat, mert ott tudjuk, hogy az a pénz, amit megtakarít, abból már vagy cipőt vesz, vagy tüzelőre rakja félre, de hasznos dologra költi. Sajnos azért igen, vannak olyan családok, amit viszont a lakosság nem néz jó szemmel, akiknek az életvitelükből adódóan szükséges, hogy segítsünk, mert nyilvánvaló mindenki csak ember. Köszönöm. Én is köszönöm.